Kedves nézőink, Önök a Pápa Városi Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormány múlt héten feloldotta a koronavírus járvány miatti korlátozások nagy részét, azonban továbbra is marad a maszkviselési kötelezettség az egészségügyben. Újvári Hajnalka, az Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója ismertette az új törvényrendeleteket az érintett egészségügyi rendelőkkel kapcsolatban. A kormány új szabályokat közölt a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, ám ezeknek többsége csak bizonyos tekintetben érinti az egészségügyi intézményeket. Például a fogászat területén eltörölték a PCR, illetve az antigéntesztekre vonatkozó eljárásokat, tehát most már az invazív beavatkozások ezen vizsgálatok elvégzése nélkül igénybe vehetők. Továbbra is marad viszont a maszkviselési kötelezettség, tehát mint minden egészségügyi intézményben, a fogorvosi, gyerekháziorvosi rendelőkbe, illetve a védőnői tanácsadókba való belépéskor továbbra is kötelező a maszk viselete, és továbbra is kérjük azt, hogy a kihelyezett készfertőtlenítéket használják. Az elmúlt időszakban sokszor át kellett alakítani a rendeléseket, ami összevont rendeléseket eredményezett. Mindenképpen továbbra is érdemes a telefonos előjegyzést kérni. Tudom, hogy nagyon nehéz, és sokszor nagyon foglaltak a vonalak, de pont azért, mert nagyon sok ember érintett ebben. Sokkal egyszerűbb, ha időpontra tudnak menni, mint hogyha másfél-két órát kell várni mondjuk egy beteg gyerekkel. Tehát mindenképpen érdemes továbbra is a telefonos elérhetőségen kérni időpontot. A maszkviselés jelentőségét napjainkban már nem csak a koronavírus, hanem az influenza is indokolja. Egy nevezetes nap emlékei címmel nyílt kiállítás a Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek könyvtárában. A református biblioteka számos, az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz, városunkhoz köthető történelmi emléket őriz. A tárlatban a Petőfi Jókai Tarci relikviák mellett látható a pápán 1848. március 19-én kinyomtatott nemzeti dal is. A kiállítás fő szenzációja azonban az a működő présgép, amellyel 174 évvel ezelőtt kinyomtatták pápán a nemzeti dalt és a 12 pontot. Aki ellátogat a könyvtárba és megnézi a kiállítást, saját példányt is készíthet ezen a Petőfi versből. Rabok legyünk, vagy szabadok? Petőfi ma is érvényes kérdését választották a gyűjteményi kiállítás címéül. Nem csak egy régi tárgyi emléket veszünk elő, meg egy régi dokumentumot, hanem ebben a kérdésben otthon érezzük magunkat. Tudnilik, a magyarság történetét folyamatosan végigkíséri a szabadság törekvések egész sora, és a 48 az egy ilyen kiemelkedés volt. És azt üzeni, szerintem ez a kérdés, hogy nemzet és szabadság összetartozik. Tehát, hogyha amikor azt kérdezzük, hogy mi a szabadság, akkor a szabadságunk legszélesebb kerete a nemzet. A kiállítás a helyi történéseket felidézve emléket állít a márciusi eseményeknek, a szabadságharcnak, és megmutatja annak ifjúságra gyakorolt hatását. Itt szeretnénk megemlékezni azokról a híres diákokról, tanárokról, akik bátorságukkal, rátermettségükkel beírták magukat a történelembe. A sor természetesen nem teljes. Megemlékezünk Petőfiről, aki pápán vált költővé, majd lett Jókaival együtt a forradalom ikonikus alakja. Az időszaki kiállítás a folyosón kapott helyet, a teológiai szakkönyvtár olvasótermében pedig ott áll az a présgép, amin 1848. március 19-én pápán kinyomtatták a nemzeti dalt és a 12 pontot. A megnyitón részt vett dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, akinek szerepe volt abban, hogy bár korábban a pápai nyomdászok tiltakozása ellenére Veszprémbe került az ikonikus présgép, most ismét a reformátusoké. Néhány esztendővel ezelőtt az egykori vezető fölhívott, hogy most lenne lehetőség visszaszerezni a nyomdagépet, és íme vissza is érkezett a nyomdagép. Remélem, hogy ez az, amiről. Amiért meg kellett harcolni, sok idő eltellett közben, hogy egyáltalán a gép, a nyomdagép visszakerüljön, és hát nyilván ott nem használták, de jól mutatott, de azt gondolom, hogy itt mutat legjobban.
A présgéphez egy nyomdatörténeti kiállítás is kapcsolódik, amit érdemes megtekinteni, mielőtt a látogató elkészíti saját nemzeti dal példányát az eredeti gépen. A kiállítást óvodai és iskolai csoportok március 18-áig előzetes bejelentkezés után ingyenesen látogathatják. A tárlat a nemzeti ünnep délelőttjén is nyitva lesz. Márciusban a hónap műtárgya az Eszterházi kastélyban és a Kékfestő Múzeumban is a nemzeti ünnephez kapcsolódik. A Gróf Eszterházi Múzeum gazdag anyagából ezúttal egy borotvatokot és néhány pipafejet választottak ki a szakemberek. A kiállított darabokon címerdíszítés látható. A Kékfestő Múzeumban a hónap műtárgyaként kiállított borotvatok a nyilvántartás szerint pápáról származik, adományként került a múzeumba. Látható rajta az évszám is, 1881. Ezek a borotvatokok, ezek nagyon érdekes tárgyaik voltak a népi kultúrának. Hát pásztorok, kis népi faragók készítették ezeket a tárgyakat. Nagyon régi eredetűek, már az első évezredből vannak rá példáink. Múzeumainkban pedig a 18. századtól már találhatók darabok. Erre a darabra azért esett a választás a nemzeti ünnep kapcsán, mert a tokot szépen karcolt címer díszíti. Érdekessége még ezeknek a borotvatokoknak, hogy gyakran úgy készítették el, hogy nem lehetett olyan egyszerűen kinyitni őket, hanem valami kis furfangot is beépítettek, egy kis titkos reteszt vagy nyitószerkezetet, amivel ki lehetett nyitni ezt a tárgyat. A kiállított darabon is megfigyelhető, hogy a tok alján levő nyitót egy kör alakú dísz fette egykor, a nyoma még látható, felülről nyílt a tok. Az Eszterházi kastélyban 4 pipafej látható, 3 magyar címerrel díszített, a negyediken pedig egy huszár ad szerenádot kedvesének. A pipafeje van általában motívummal elrendezve, vagy ha motívum van rajta, akkor a pipa fején vannak a motívumok. Ugye ezek cserépipák, ugye van a tajtékpipa, amelyet faragással készítenek, ezeket pedig kerámia műhelyekben készítik. Ugye a Bernek van kiállítva egy pipája, Boskovics Sámuelnek és Jakob Reinitznek. Jakob Reinitzé a figurás, az alakos figurás pipa. A kiállított darabok pápai pipa készítők remekei. A címeres darabok a Szent István emlékév kapcsán 1938-ban készültek, a Reinitz féle is 20. század elejé pipa fej. A hónap műtárgyai ingyenesen megtekinthetők. Kedves nézőink, következzen az időjárás jelentés. Csütörtökön hazánk nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon még lehetnek felhősebb tájak, és helyenként egy-egy zápor, hózápor is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északkeleti szél. Reggel mínusz 9 és plusz 1, napközben 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet. Ismét északkeleten marad hidegebb az idő. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!